Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, folytatjuk a beszélgetést Kámánné Szép Teréziával, a Voke Kodály Zoltán művelődési ház vezetőjével. A harmadik adáshoz érkeztünk, Kodály Zoltántól indultunk, hiszen kettős évforduló van, születésének 135. és halálának 50. évfordulója ebben az esztendőben, és hát idén is a születésnapot megünnepli a Kodály Zoltán művelődési ház, mint az az első adásban kiderült és elmondta Kámánné Szép Terézia. Szia Teca, köszönöm szépen, hogy ma is itt vagy. Maradunk a művelődési háznál, de egy kicsit ki is tekintünk egyben, és nem véletlenül vannak itt ezek a dobozok, ezzel csak jelezni szeretnénk, hogy a televíziónk is ebben az esztendőben is csatlakozott az egy doboznyi szeretett jótékonysági akcióhoz, és csodaponttá vált, tehát aki úgy gondolja, hogy van dolga a televízió környékén, és megtöltene egy cipős dobozt egyrészt szeretettel, másrészt, ahogy mondani szoktam, nem baj, ha tesz is bele valamit, akkor mi is szívesen fogadjuk, és majd átadjuk a szervezőknek. De hát most nem a televízióról beszélgetünk, hanem a Voke Kodály Zoltán művelődési házról, amely szintén csodapont lett. Hadd kérdezzek butaságot, olyan ritkán játszhatom a saját szerepemet, ami valójában vagyok, vagyis a butát, hogy miért csatlakoztatok? Szociálisan érzékenyek vagyunk, én személy szerint is, a kollégáim is, és hát a művészeti csoportot alkotó, hozzánk látogató emberek is. Én úgy gondolom, kötelességünk, a világ legszebb ünnepéhez közeledünk, karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez, Jézus születéséhez. Szerintem kötelességünk társadalmi szerepvállalásban részt vennünk, hogy adjunk azoknak a szegény gyerekeknek, vagy szegény családoknak, akik akár önhibájukon kívül nem tudnak méltóképp megemlékezni, egymás felé fordulni a szeretet ünnepén. Kötelességünk azoknak, akik tudnak adni, hogy eljutassuk hozzájuk a szeretet ünnepén ezeket az apró ajándékokat. Ugye ez a jótékonysági akció, ugye korábban a református gyülekezet kezdte még más néven, és akkor az elmúlt esztendőben lett ez városi és részben térségi, most meg már abszolút városi és térségi összefogásán nőtte ki magát maga az akció. Tavaly is csatlakoztatok, tehát már van rutin, van tapasztalat, és valami 4303 jött össze városi szinten. Így van, el is hoztam. Ja, neked erről emléklapod is van. Mindenki, aki csatlakozott ehhez a csodálatos szeretetponthoz, mindenki kapott. Cseresznyés Péter államtitkár úr és Dénes Sándor polgármester úr jó volt nával. Na, akkor fordítsd meg arra a kamera felé, hogy Sanyi felé, és akkor nézzük is, látják, ha nagyon nem csillog. Minden csatlakozó civil szervezet intézmény egy hasonló emléklapot kapott. Ösztönzésül, én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen helyén való, és fantasztikus. Te tavaly gondoltad volna, hogy 4000 fölé megy, mert sokat beszélgettünk itt, műsorban is voltak szervezők, kezdeményezők, támogatók, és itt elhangzott egyrészt elhangzott, hogy nem a mennyiség a fontos, mert ez nem egy verseny volt. De hogy mennyit lehet összegyűjteni, hát korábbi években volt 500, 600, 800, és az már nagyon szép volt. Na, ha most azt sikerül megduplázni, mert mégiscsak egy nagyobb összefogás, az már mennyire jó. Na, az tesók között 1500, és akkor egyszer csak 4303, amiből, vagy legalábbis egy részéből, meg ugye advent utolsó vasárnapján a szeretet bástyája a kis cipős dobozokból fölépült az Erzsébet téren. Szóval, hogy te, mint aki szintén csodapontot üzemeltetél, gondoltad volna, hogy ekkora siker lesz? Igazából nem gondolkodtam a létszámon, azt tudtam, hogy kötelességünk, és össze kell fogni, viszont láttam a lelkesedést. Tehát nagyon-nagyon sok kollégával beszéltem, tehát mindenki nagyon-nagyon lelkes volt, és egy emberként oda tette magát minden vezető, beosztott, dolgozó, mindenki, aki érezte ennek a fontosságát. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, mert egy emberként összefogott a város. A városhoz tartozó civil szervezetek, intézmények, magánemberek, és azt gondolom, hogy ez példaértékű, és ezt muszáj, hogy folytassuk. Nálatok ez hogy néz ki, hogy elmondod a csoportoknak, meg esetleg a látogatóknak, és akkor december 17-ig szépen számogatjátok a cipős dobozokat? Folyamatosan tartom a kapcsolatot az összes művészeti csoport vezetőjével, tagjaival, bemegyek a szakköri összejövetelekre, akár a rendezvények, például most a Pántika Néptáncsoport gáláján is elmondtam a résztvevőknek, hogy nagyon számítunk rájuk, ez egy csoda dolog, járuljanak hozzá, és mindenki, akinek módjában áll, egy pici szeretetet juttasson el valamelyik aprósághoz, vagy egyszerű családhoz, akik tényleg várják ezt a kis boldogságot. Nagyon nagy
a hozzájárulás, és mindenki komolyan veszi, úgyhogy én nagyon nagy izgalommal nagyon remélem, hogy rengeteg kis cipős doboz, szeretett doboz gyűlik össze a Kodály Műfáz ajtaján belül is, és hát hozzájárulunk mi is egy kicsit a városi kezdeményezéshez, és akár határon túli apróságoknak, boldogsághoz, boldogságot juttatunk. Semmi kétségem, hogy te is viszel cipős doboz, te, ha nem titok, mit teszel bele? Vagy hogyan gondolkodsz, amikor összeállítod? Még nem gondolkodtam rajta, de tavaly például a Lilukával, a Lilla nagyon-nagyon támogatja ezt a kezdeményezést, tehát amikor még nem indult a csoda doboz akció és a szeretett fontok, mi már akkor is mindig kerestük azokat a lehetőségeket, ahol is egyszerű, szegényebb emberekhez ajándékokat juthatunk így karácsony közelében. Tavaly például a Lilla olyan ruhákat, ékszert, ami még szinte az ára is rajt volt. Tehát mi mindenképp szeretnénk, tudom, hogy nem az érték a lényeg, hanem hogy szívből adjuk, de én szeretnék értékesebb, szebb holmikat, dolgokat odaadni. Tehát én mindenképp, tehát nem a használt holmikra gondolok, értékes könyvekben gondolkodok, azt mindenképp. Tavaly is adtunk édességet, háztartási cikkeket, akkor könyvet, színezőt, ékszert, különböző ruhakiegészítőket a Lilla révén, ilyen dolgokat próbáltunk, úgyhogy szerintem most is plüss állatokat szeretik a gyerekek általában. Tehát próbáltunk fiúknak, lányoknak, tehát én talán, tehát hogyha úgy jól visszaemlékszem, legalább 10 dobozt vittünk be a Lilluval együtt, és azt nagyon megpakoltuk. Na, tehát mondtam én, hogy semmi kétségem afelől, hogy vittél, ráadásul akkor családilag is sokat, de ha már advent, és egy kicsit elszakadva a csodapont léttől és magától a jótékonysági akciótól, ez az időszak már, mint az adventi karácsonyi időszak a Vokke Kodály Zoltán Művelődési Ház életében milyen? Mit szerveztek, mit csináltok, milyen a hangulat? Lesz-e karácsonyfa, van-e adventi koszorú, ragyognak-e a fiatalok és az idősek már, mint adott esetben az arcuk. Szóval, hogy említetted, hogy ez egy különleges, semmi kétség, abszolút különleges időszak, hogyan nyilvánul ez meg mondjuk egy művelődési ház esetében? Én magam is imádom ezt az időszakot. Ma egy jótékonykodás zajlik az intézmény falain belül. Ma, holnap, azaz igen, kedden, mert hogy kedden rögzítjük így a csütörtöki adást, mert ez most a csütörtöki adás. Így van, és holnaptól már diszkivilágítás lesz. 2 hatalmas plafonig örő fenyőfát fogunk fölállítani. Minden díszfényben fog lenni a házon belül. Imádjuk a karácsony ünnepeket. Advent természetesen, adventi koszorú. Meggyújtottuk a gyertyát. Nagyon készülünk, hagyományőrzők vagyunk, nagyon fontos számunkra ez az ünnep, mint említettem. Készülünk a Mikulás ünnepségre, 8-án, ugyanakkor, mivel... Hozzátok 8-án jön a Mikulás? Igen. Elintézi az összes többi dolgát, és akkor hozzátok már nyugodtan szépen odaér. Értem. Azért, mert a vasúti dolgozók gyermekeiről igyekszünk egy picit megemlékezni, és a Mikulás most a vasutas gyerekekhez fog érkezni, és nálunk a pénteki nap az a hagyománya ennek a rendezvénynek. Nyugodtan jöhetnek a szülők, nagymamák, nagypapák, nagyon-nagyon meghitt hangulatba szokott zajlani. Itt megemlékezünk az adventről is, és természetesen a Mikulás bácsi nagyon sok ajándékot hoz a gyerekeknek. Műsorral készülünk, egy kis vendéglátással, és annyira nagy boldogság, hogy szinte nem akarnak hazamenni a gyerekek, de a szülők is jól érzik magukat, sőt a nagyszülők is. Nálunk mindig nagyon-nagyon meghittek ezek az ünnepek. Nagyon készülünk, úgyhogy remélem most is nagyon jól fog zárulni az egész rendezvény. Na, most arra kérem a szülőket, hogyha véletlenül apró gyerekek, vagy akár nagyobb bacska gyerekek lennének, akkor valamivel tessék elfoglalni őket, meg inkább a konyha felé, vagy a gyerekszoba felé terelni, de pont ma hallottam a rádióban egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetést, aminek egy része az volt, hogy felnőttek telefonáltak be, és mondták, hogy ők a mai napig kapnak kirakják a csizmácskát, felnőtt emberek, 2 kapnak bele valamit, tehát hogy jön a Mikulás, és van a Mikulás, és azt feszegette a műsor nagyon sok megközelítésből, de szerintem ez egy tök jó téma, és neked fölmerem vetni, mert te is egy ilyen befelé is élő lény vagy amellett, hogy kifelé, hogy meddig jó ez, tehát meddig lehet az ember életében, és értsd jól a kérdést, Mikulás, amikor 40 évesen is még kiteszem a csizmát, és érdekes módon reggelre tele lesz. Tehát, hogy ez meddig jó? Mert ugye az, hogy a gyerekekhez jön a Mikulás, az egy teljesen természetes dolog, jön. De hogy hozzánk is?
Én nagyon szeretem az ünnepeket. Nálunk, igen, a Mikulás szokott hozni a családtagoknak is. Említettem már, hogy 29 éves a Lilla lányunk, ő mindig kap ajándékot, és mindig örül neki. Én szerintem az a lényege, hogy egy kicsit elrugaszkodjunk a valóságtól, olyan jó a mesevilágába visszalépni. Szerintem szükség van az embernek a lelki világának is ezekre a boldog pillanatokra. Én nagyon szeretem ezeket az ünnepeket. Úgyhogy én, amíg élek, szerintem nálunk mindig lesznek ünnepek, és mindig a Mikulás is hoz ajándékot, a Jézuska is fog hozni ajándékot, aztán majd a Nyuszika is, tehát mi nagyon-nagyon szeretjük megtartani és megemlékezni ezekről az ünnepekről. Szerintem nagyon fontos az ember életében, vagy fontosak ezek a pillanatok. Kicsit vissza a művelődési Igen. ház életében, bár mondjuk ez a beszélgetés egyrészt személyes, másrészt a műfázról szól, hogy itt az ünnepi időszakban túl a Mikulásváráson és érkezésen mit terveztek, milyen a kínálat? Így van, két nagy karácsonyi megemlékezés lesz, ugye van két nagyon, nagyon nagy nyugdíjas csoportunk, az Olajos Nyugdíjas Klub és a Vasutas Nyugdíjas Klub, mindkét csoportnál lesz egy hatalmas nagy karácsonyi megemlékezés, műsorral, köszöntővel és természetesen vendéglátással, utána pedig maradnak az ifjú vasutasok, vagy éppen olajos nyugdíjasok, egy picit énekelnek, egy picit táncolnak. Nálunk ezek a hagyományok nagyon fontosak, és várják is az idős emberek, mi pedig boldogan vagyunk velük. Mindig együtt töltjük a karácsonyi megemlékező műsorokat is, mindig együtt vagyunk, kollégák is ott vannak, nagyon meghitt ez az ünnepség nálunk. Kicsit térjünk vissza a csodaponthoz, csodapontokhoz, és hát jelesül a ti intézményetekhez, mert a nézők most, ha jól figyelnek, akkor az előző két adáshoz képest észrevetnek valami változást mind a kettőnkön. Ugye ez a bizonyos szalag. Én tudom, hogy mi ez, de avassuk be azokat, akik nem tudják, mi ez a kezünkön. Igen, mindenki kap egy ilyen szeretett szalagot, akik hoznak egy kis ajándékot, egy szeretett dobozt, akik gondoskodnak valamelyik árva gyermekről, vagy egy szeretett emberhez eljuttatják az ajándékokat. Tehát akik behozzák akár hozzánk a Kodály műfázba, vagy akár a város különböző pontjára, azokhoz az egyesületekhez, civil szervezetekhez, intézményekhez, akik csatlakoztak a szeretett pontokhoz. Amúgy szerinted ez az időszak, ez... Tisztáztuk már azt ugyan a kultúra és a művelődés kapcsán, hogy azért az ember rohan, eltartja a családját, egyik munkahely, másik munkahely, tanul, stb. És még azért a karácsony relatíve messze van, hiszen fogalmam sincs, hanyadika van, ötödike van, amikor ezt a műsort rögzítjük. De hogy ez az adventi időszak, ez mennyiben tudja áthangolni az emberek életét? Például lemegyünk-e a térre, a közös gyertyagyújtásra, otthon veszünk-e adventi koszorút, meggyújtjuk-e a gyertyát, uram bocsá, imádkozunk-e egy kicsit többet, mint az év összes többi időszakában leszámítva, nagyböjtöt persze. Tehát, hogy mennyiben más? Szerintem... Lehet-e más? Igen, szerintem egy picit mindannyian jobb emberekké válunk, legalább ebben az egy hónapban, vagy ebben az időszakban. Mindenkinél a szociális érzékenység egy picit megindul, egy picit jobban odafigyel a másik emberre, mindenki szeret adni valamilyen utómódon. Szerintem ilyenkor egy picit a haragosok is... próbálnak pozitívan egymás felé nyitni, ezért is nagyon-nagyon jó ez az időszak. Én azt látom, hogy minden embert megváltoztat pozitív irányban ez az időszak. Hát hisz a szeretet ünnepére készülünk. De ez így van jól. Egy picit mindenki befelé fordul, elgondolkozik azon, hogy jó úton halad-e, mit kell tennie azért, hogy jobbá váljon ez a világ, esetleg kit bántott meg a közelmúltban, hogy tudná kiengesztelni azokat az embereket, akiket megbántod, vagy nem úgy viszonyult hozzájuk. Én úgy gondolom, hogy felerősödnek ezek az érzések, ezek a belső dolgok, ezek a pozitív energiák. Én biztos vagyok benne, mert ezt tapasztalom, és ezt látom a saját közegemben, a saját környezetemben, de akár a saját családomon belül is. Mindenki adni akar, és teljesen mindegy, hogy ifjú titánokról beszélünk, idősebb generációról, vagy akár középkorosztályról, vagy pici gyerekről, még az a pici óvodás gyermek is akar adni. És ez nagyon-nagyon helyes, és szerintem otthon a családban ezt látják a gyerekek. Én azért nem szeretem, bevallom neked őszintén, és nem is használom, hogy a szeretet ünnepe, mert szerintem a karácsony az Krisztus érkezése, és az egy picivel túlmutat a szereteten, bár nyilván szeretetből táplálkozik. De nem erre akartam kitérni, hanem akkor 27-én miért múlik el?
egész évben oda kellene figyelni egymásra, egész évben egy picit a pozitív energiákat fel kellene erősíteni, de hát mióta világ a világ, és mindenki szeretne a maga kis közegében megfelelni, nem mindig van energia arra, hogy a másik emberre is odafigyeljünk. Nincs jól, nem értek ezzel egyet. De akár még, ha magamba szállok, nekem sem sikerül mindig egyformán kedvesnek lenni. Mindenkihez olyan pozitívan nyitni, amilyen pozitívan kellene, hogy odafigyeljünk egymásra. Én szerintem ez minden ember életében előfordul, de legalább tegyünk azért, hogy a jövőt illetően egy picit elmozduljunk pozitív irányba, és mindig csak egy picivel legyünk jobb emberek. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Ilyen típusú tréning van nálatok, visszakötve az előző adáshoz? Vagy lesz, vagy volt? Beszélünk ezekről a témákról, és fontosak. Én szerintem a szeretet, a lojalitás, a másikkal szembeni pozitív viselkedés nagyon-nagyon fontos. Hát ha belegondolunk, akár csak egy kis közösségben vagy a munkahelyen, nem mindegy, hogy milyen légkörű, tehát nem mindegy, hogy milyen a légkör, hova megy be az ember naponta. Nagyon-nagyon sok időt töltünk a munkahelyünkön. Nagyon fontos lenne, hogy jó kapcsolatok alakuljanak ki, és segítsük egymást, ne gáncsoljuk, ne gátoljuk az előbbre jutásban, és örüljünk egymás örömének, egymás sikerének. Szerintem ez ügyben még nagyon sokat kell fejlődnünk, de ez az egy boldogsághoz vezető út van, én úgy gondolom. Te így üzemelteted a házat? Igyekszem, mivel én is gyarló ember vagyok, úgymond. Nagyon igyekszem, és remélem, hogy észreveszik a kollégáim is, és a csoportok is, hogy próbálok pozitív lenni, de vannak időszakok, amikor irtózatosan sok a munka, és önkéntelenül sem tudsz mindig mindenkire odafigyelni. Ez az, amiről beszéltem, hogy néha lelkismert fordulásom van, mert sokkal több szeretetet kellene mások felé nyújtani, de nem mindig van erre idő és energia. Ösztönlényként én szeretem az embereket, szeretek adni, nekem nagyon-nagyon fontosak, tehát alapjáraton ilyen egyéniség vagyok, azt gondolom. Mivel a családból is ez volt az egyik fő indítatásom, hogy adni másoknak, szeretni másokat, tenni a közösségért, tenni az emberiségért, természetesen mindenkinek a maga környezetében és a maga szintjén. Igyekszem, de bizonyára sok hibát követek el én is. De talán pont ez, mert hogy ugye ezen az úton kiben mekkora szeretet szorult, ez ugye embere válogatja, meg néha az élethelyzet válogatja, de ezen az úton azért komoly segítség, és csatoljunk vissza eredeti témánkhoz, maga a kultúra. Mert ha elmégy egy színházi előadásra szombat este, péntek, teljesen mindegy, valamilyen napon este, és az neked élményt nyújt, igen, és az föltölt, akkor másnap, bocsánat, kimondom, amit gondolok, lehet, hogy a médiahatóság megbüntet érte minket, de hát így használják az emberek. Másnap automatán nem vagyok olyan bunkó. Így van, teljesen egyetértek. De egyszerűen nem, mert megvolt a katarzis. Igen. Lehet, hogy már 13 órától bunkó vagyok, de hogy a nap első felében nem, az egészen igen, biztos. És én már attól boldog vagyok, hogy mondjuk rég nem látott ismerősökkel összefutok, és tudunk váltani egy-két szót. Vagy ha megengedett, most jutott eszembe, hogy szüleim nagyon féltek attól gyerekkoromban, hogy egyszer úgy jönnek haza, hogy nem lesz már házunk, vagy ház a fejünk nem fölött. Nem lebontod, azért vagy meggyújtod? Nem, vagy... mondom, mert át szoktam hívni, szembe lakott egy nagyon szegény család, sok gyerekkel. És nálunk már volt fürdőszoba, náluk még nem. És át szoktam hozni őket, és az ebédemet, tehát meg szoktam etetni őket, megfürdetni, ha volt egy kis zseppénzem, akkor azt odaadtam nekik, meg hát egy csomó mindent, és a szüleim nagyon féltek, azt mondták, hogy mert nagyon veszélyesség kezd lenni ez a szociálisan érzékenységem, bár gyerek voltam, tehát én mindig is nagyon szerettem adni. Tehát engem az nem érdekelt, hogy nekem jut, nem jut, mi lesz velem, de én ettől annyira boldog tudtam lenni, hogy valami kis pici örömet szereztem másoknak. Tehát én nekem ez mindig fontos volt, és ez végig kísérte az életemet. Férjem is azt szokta mondani, hogy mi azért nem leszünk gazdagok, mert én annyira szeretek adni, hogy az már néha túlzás. Tehát én ettől boldog embernek érzem magam. Nekem jó, ez meg a gazdagság relatív fogalom, mert ezt ugye értelmezheted az anyagi világban, meg értelmezheted valahol egész máshol is. Mind a kettő gazdagság fontos. Érzelmileg én úgy gondolom, teljesen helyen vagyok, tehát én érzelmileg boldog vagyok. Nagyon-nagyon szeretek adni, igyekszem figyelmes lenni, érzelmes. Mondjuk ez néha munkámban viszont gondot okoz.
Ugye egy vezetőnek van, amikor keménynek kell lenni, vannak határidők, törvénytisztelő emberként van, amikor bizony keménynek kell lennem, ugyanakkor belül meg tudom, hogy nagyon érzékeny vagyok, szeretek adni, szeretek lojális lenni, már amennyire lehetőségem van rá, úgyhogy néha azért ellentmondások vannak az én életemben is, mert szívem szerint... Azt szerintem egy vezetőnél tök normális, hogy ugye néha keménynek kell lenni, előző kifejezésemet hadd idézem, bunkónak kell lenni, és meg kell mondani a tutit, de az belül azért komoly konfliktus, és lehet, hogy neked jobban fáj, mint akinek mondod. Ezt nem szabad, hogy lássák rajtad, mert abban a helyzetben ott neked az a dolgod, hogy az ostor a kezedben legyen, mert téged azért tettek oda, hogy az ostor a kezedben legyen, ha mondjuk egy határidő, vagy egy feladat, vagy bármi ilyesmi, amit meg kell csinálni. Viszont ha van valami családi probléma azonnal, tehát teljesen mindegy, mennyi munka van, inkább átvállalom, de menjenek, rendezzék, tehát viszont itt jön a szociális érzékenységem. Bármelyikünkkel előfordulhatnak családi tragédiák, én azt gondolom, minden élethelyzetben embernek kell maradni. Ez egy nagyon fontos dolog. Na, ez a te adventi üzeneted. Még van egy adás a pénteki, hátra tartsanak velünk, akkor is holnap találkozunk, illetve hát egy 10 perc múlva itt mi a stúdióban, de természetesen a nézők ezt majd pénteken láthatják, várjuk Önöket, tehát akkor is viszontlátás. A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.